Hétvégén az államalapítás mellett a város napját is ünnepelték Nagymányokon, immáron 14. alkalommal. Bartucz Máté polgármester elmondta, hogy a szervezőkkel közösen igyekeztek minél színesebb programokkal készülni a rendezvényre. Emellett a környező községekből és a hagyományokhoz híven testvértelepülésekről is érkeztek vendégek. Az önkormányzatnak is fontos, legalábbis számomra fontos, hogy minél több rendezvény legyen. Én úgy látom, hogy a lakosság is igényli, és ahogy látjuk, egyre gyűlnek az emberek, reméljük, hogy számos vendégünk lesz a mai nap folyamán. 4 testvértelepülésünk van, 3 testvértelepülésről tudtak elérkezni, sajnos 4. nem, mert egyéb programjuk volt. Értekeztek Zetelakáról, Erdélyből, illetve 2 német testvértelepülésünk, Reichelsheim és Tainzból is meglátogattak minket, aminek nagyon örvendek. Ezek a kapcsolatok, egy az, hogy összekovácsolják a településeket, a másik meg az, hogy nagyon jó baráti kapcsolatok alakultak már ki, tehát ez oda-vissza megy, évente több alkalommal ellátogatnak egymáshoz a testvértelepülések, az ott megkerülő rendezvényekre mi látogatunk el nagyon szívesen, és ők is nagyon szívesen látogatnak meg minket. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd a városban. Ezekben a napokban, ezen az ünnepi hétvégén emlékezünk meg, mi közösen magyarok Magyarországon, a Kárpát-medence térségeiben, a világ nagy részén, ahol magyar közösségek, magyar emberek élnek, Szent Istvánról, a magyar államalapításról, Magyarország és a magyar nemzet születésnapjáról. Sokszor a jelen kihívásainak megoldásához keresünk általuk Szent István és utánuk következők által kapaszkodót a múltban, hogy a történelmi tapasztalatainkból következtetéseket vonhassunk le, amelyek segítségünkre lehetnek a jelen kihívásainak megoldásában. A mai napon abban a szerencsés helyzetben kerültünk, hogy Nagymányok városnapja, amelyet most már 14. alkalommal ünnepelhetünk a városán nyilvánítás napjával egyben, szinte majdnem egybeesett az államalapító Szent István királyunk ünnepével. Úgy vélem, mindkét esemény mély üzenetet hordoz a számunkra, és elsősorban itt az itt élők számára, nagymányokiak számára. Mindenek előtt azt a tényt, hogy minden megpróbáltatás ellenére megtartottuk a Szent István királyunk által ránk hagyott országot, a keresztény kultúrát itt a Kárpát-medencében. Az államalapító királyunk emléke 1000 esztendő elteltével sem halványult, mi több, mind a mai napig igazodási pontot jelent a számunkra. 1000 éves múltunk során meg annyi kihívással kellett szembenéznünk, de szabadság vágyunkat egyetlen idegen hatalomnak sem sikerült letörnie. Szent István királyunknak köszönhetően minden bennünket ér csapásból megerősödve álltunk fel, hiszen az 1000 esztendő alatt ez az állam olyan szilárd alapokra került, amelyet sem a tatárok, sem a törökök, sem az utána következő birodalmak, sem a szovjetek, sem pedig Trianon nem volt képes elpusztítani. Tisztelt nagymányokiak! Úgy vélem, hogy büszkén jelenthetjük ki, hogy az elmúlt évek során Nagymányokot közösen, polgármester úrral, Kár Bélával, utána következő Bartucz Mátéval olyan pályára állítottuk, amely fejlődő képesnek mutatkozott az elmúlt évtizedben. Egy héttel korábban 6 több évvel ezelőtt elindított projektet tudtunk lezárni, közel 1 milliárd forint összértékű beruházásokat jelentenek, ezek is adhattunk át közösen. Ezek között szerepelt az óvoda bölcsödei résszel való bővítése, egy új városi konyhának a kialakítása. A Magyar Falu program keretében utak és járdák valósulhattak meg, további 2 település részen a belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukciójára, és mint ahogy önök is tudják, a legnagyobb, szinte legnagyobb beruházás a barnamezős területeknek a rehabilitációja volt, ezekre került sor. Biztosíthatom önöket, hogy nem állhatunk itt meg, nem is fogunk megállni.
a megkezdett munkát, amelyet az elmúlt években, sőt, nyugodtan mondhatjuk már évtizedekben is folytattunk, továbbiakban is gőzerővel fogjuk folytatni. Jövőbeli terveink között szerepel többek között további önkormányzati épületek felújítása, fejlesztése, illetve újabb utak és járdaszakaszoknak a felújítása. A városvezetés elszántságával, a képviselőtestet, polgármester úr segítségével és az itt élő emberek támogatásával, sőt munkájával, szorgalmával tovább fogjuk fejleszteni ezt a várost, tovább fogjuk fejleszteni Nagymányokot. A rendezvény folytatásaként kulturális és szórakoztató programok követték egymást a színpadon.